kis lesz. Mi a téma? Izu. Én most el vagyok. Francia, Norvég, Dán, ez három átcsoportos csapat, az szarabbul fizet, mint mi. Azokat a milliós fizetéseket, az kicsit soknak érzem, a fiatalok azért hajtanak. Szerencsére idése jutottunk be a rájátszásba. Cikkben a legbegdöbbentőbb az a tévés jogdíjak nulla. Valahogy el kéne ezt tényleg tudni adni, mert egy gyors, pörgős, látványos, jó sport. Napokban megjelent egy kép, egy cikk, ahol a európai bajnokságok átlagos fizetéseit mutatták be, és én meglepve tapasztaltam azt, hogy a magyar-román közös szervezésű Erste Liga néven futó általunk igencsak szeretett bajnokságban jobban lehet keresni, mint a francia bajnokságban. Igen. Fixá, meg a norvégtól is jobb, ami szintén fixá, meg a dán is fixá. Én nem is néztem ezt, nem is hasonlítottam annyira össze a többivel, azt valamiért azon elsiklottam. Viszont a kérdésem arra vonatkozik inkább hozzátok, mert nem is biztos, hogy jól értelmeztem én ezt a táblázatot, egy ilyen menedzser ügynökségnek a reklámja a játékosok felé? Hogyha hozzánk jössz, akkor ilyen fizetéseket tudunk neked elérni, akár ezekbe a bajnokságokba? De egyértelműen ez egy reklám, mert ott van a legalsó sorban, vagy nem a legalsóban a szponzorok mellett, vagy fölött, piros alapon, hogy ha akarsz Európában játszani, vagy Oroszországban, esetleg Ázsiában, akkor hívjál engem. És ráadásul akkor jól értelmeztem ezt a végül is ez egy hirdetés, de hogy ez mennyire valós, hogy ez... Ha most valótlan hirdet, akkor az első két játékos után becsukhatja az ajtót, érted? Nagyjából. Ja, az is. Okay. Elvileg nálunk jobban kerestem, most nézem, itt van előttem a kép, a francia, norvég, dán, az három átcsoportos csapat, az szarabbul fizet, mint mi. Hát vagy közel hasonlóan, igen. Tehát, hogy... Hát a dán az 15-35 között, a francia 15-35 között, a norvég ugyanaz, mint mi. Igen. De a franciánál azt az egyet úgy emlékszem, hogy az tax free volt. De hogy nálunk ugye oda van írva, hogy némelyik bajnokság már oda kell figyelni, ugye minden országnak más az adózási. Igen, a norvég, dán, francia az mind tax free, a miénk nem. Tehát ugye ki tudja, hogy itt az adózás, hogy lehet kikerülni. Gondolom megoldható. Na mindegy is, hát mindenképp érdekes. Ugye egy karácsban aljánál az volt oda írva, hogy 20 ezer euró. Azt most azt tényleg nem tudjuk, hogy hogy van a egy évre. Hogy van a szerződés, az egy évre elosztják, legyen 10 hónap, mert mondjuk annyi úgy a bajnokság, hogy minden felkészülésben az utána a levezetéssel tegyük föl, vagy legalábbis azért tegyük föl, hogy könnyebb számolni, akkor havi 2000 euró. Azt plusz kocsi lakás. Az nagyon szar. Plusz kocsi lakás valószínű. Valahol ilyen is kell megedzése járni valamivel. De 2000 euró egyáltalán nem sok pénz van. Ez a lényeg, hogy az mennyi, Gabi, hogy mennyit ér, hanem hogy a norvég, dán, francia bajnokságban ugyanez vagy kevesebb van. Azt jelenti, hogy ott hinni, hogy egy norvég bajnokságban 1000 eurót keres, 1200 eurónak megfelelő koronát egy norvég első osztályi jégkorongozó? Már kurvára nem tudom elhinni. Hát nehogy csak koronát. Itt van fekete. Hát mindjárt fölhívom a haveromat, aki Norvégiában. Hát hívjuk fel ezt a... Ne figyelj! Haverodat hív föl, mondom neked, Wolskit vagy Glennit kell fölhívni, vannak a telefonszám a hirdetés alján. Ennyi. Hív fel, mondd meg a fiat paramétereid. De nem azért. Tudod ajánlani. Hát így van, te hív föl, ne én. WhatsAppon tudom hívni. Ne én hívjam, mert én nem tudok itt eladni, te el tudod adni a kölyködet. Nehogy a következő adásra valahonnan Norvégiából jelentkezzek be. Nehogy. We are making a podcast, megmondhatod. De most és te... akkor csinálj egy ottani maffiát, hogy szervezzék be minket. Pályacsíkozónak, meg mit a léhűtőnek, ilyeneket tudni. Ilyet tud? Széltoló, én a széltolást vállalom. A léhűtő az komoly szakma, Sörgyárban dolgozott. De azért nézek akkor itt komolyabb bajnokságokat, gyerekek, mert vannak itt jobb pénzek. Hát igen, tehát azért az oroszban már azért akár egy 1 millió 200 000-es. Mi az, dollár? Ja, jól lehet. Ja. Hát ott azt ismerik. De még a VHL-be is jó az a 75 000 dollár. A lényeg az, hogy azok a pénzek, amik oda föl vannak sorolva,
kurva érdekes, vagy meglepően érdekes egy-kettő, sőt. Gál Péter pár elnök és Debreceni Gábor gazdasági vezető nyilatkozott a Világgazdaságnak. Csak hogy a... Amiben azért vannak érdekes mondatok, igen, tehát hogy milliós fizetésekért küzdenek a fiatalok. Hát ott valami 4-500 ezereset mondott, hogy ott... Igen. De... ott annyit tudják tartani a fizetéseket, meg hogy a TAU a nagy csapatnál 20%-a a költségvetésnek a utánpótlásban, meg 90%. Ami szerintem tök jó, és ez teljesen 4-500 forintos fizetésére el tudnak hozni egy légióst a Titánokba, akinek viszont, ha jól sikerül a szezon, a következő szezonra már a dupláját kéri minimum. Nem tudom, mit szólna a főnököm, hogyha egy jól sikerült év után, mondjuk az évértékelőn, amikor megdicsér, hogy milyen ügyes voltam, akkor közölném, hogy jó, rendben, akkor eddig kerestem X-et, akkor most egy 2X-et szeretnék aláírni a jövő héttől. Pont azt szólná, mint az összes klub, minden évben új légióst hozna. Igen. Most már tudjuk. És ugye azt is tudjuk, hogy 8 hónapra szólnak legalábbis a Fehérvárnál a fizetések. Vannak benne megdöbbentő számok azért szerintem. Számok is, meg hát az első mondat, hogy a hál' Istennek mind a két csapat letudta az összes meccsét a vírus helyzet előtt. Jó, ja, ez furcsán jön ki, de igazából tudjuk, hogy mire céloz. Hogy nem... Szerintem az nem az anyagi lényeg. De ez nem volt tervezve a play-off. Nem, ez pont az anyagi, hogy kisebb anyagi kár érte a klubot úgy, hogy még játszottak, még volt bevétel, és még fizetni kellett a légiósokat, meg a játékosokat, de gondolom utána már nem fizették, és már nem volt bevétel. Tehát, hogy míg hogyha mondjuk bejutottak volna a play-offra, akkor gondolom életbe lép a play-offra vonatkozó szerződés, és akkor fizetni kell tovább úgy is, hogy nincs meccs, és nincs reklámbevétel, és nincs semmi bevétel. Tehát erre akart szerintem célozni, és nem arra, hogy hát szerencsére idén se jutottunk be a rájátszásba. Miközben az egész cikkben a legmegdöbbentőbb az a tévés jogdíjak nulla. Az teljesen. Igen. Örülj, ha képernyő vagy, halló. Ez egy termék itt. Tehát. Jó, igen, tehát két oldala van ennek az érmének is, hogy egyik oldalon el kell adni, és ugye örülj, hogyha tévéképernyőn vagy, mert akkor legalább az a szponzor, aki a palánkon van meg a jégre festve, az megjelenik a képernyőn is, és akkor esetleg több pénzt lehet tőle ezért beszedni. Biztos, hogy rosszul nem járnak azzal, hogy tévé közvetítés van. Kereslet, kínálati piac szint. De a kérdés, hogy a joga a klub kezében van-e, vagy a rendező szövetség, bajnokság szervezője kezében? Mert ugye a klub kezében van, akkor te mind klub eladhatod, akár létrehozol egy klub tévét. Saját stábban is eladod. Most itt megint ugye úgy fogunk erről beszélgetni, hogy fogalmunk nincs, amilyen vagy elkapjuk a magunkét. Tehát, hogy mert ugye a hazai meccseit szerintem a Volán értékesíti, az a saját kezébe van, mert ha nem az övében lenne az osztrák tévétársaság kezébe, akkor szerintem abból se látnánk egy percet sem, mint ahogy az idegenbeli meccsekből. Soha nem fogom megérteni, hogy az osztrákoknak például nem piac az, hogy Magyarországon nézzék az Ebelnek a meccseit, hogy egyik tévétársaság se tudjuk kifizetni, vagy én nem. Tehát, hogy mi nem nézhetünk idegenbeli Ebel meccseket, sőt ugye az első szezon után a Tipsportligából se néztünk semmit. Idegenből. Igen, pedig azóta is folyamatosan tárgyalóasztalnál ülnek, mint ahogy... Zaklattam is. És hát ugye mindig megkaptad a választ is, miszerint... Még megbeszélünk. Hát az elsőben még láttunk idegenbeli meccseket, mert online tudtad nézni. Ja, online, igen. Már online se. A jegybevétel, Debreceni úr említett, hogy hol lenne 10% a jegybevétel. Igen, az 1,2 milliárd, akkor 120 millió. A jegybevétel. 120 millió forint az egész szezonban. Ja. Ez lehet, hogy egy kicsit több, amikor véletlenül bejut a Volán a rájátszásba, sőt valószínűleg több, de minimálisan. Ugye de azt akkor is, egy mesnek a bevétele, megy szállod a költség előtt. Így van, ezt is mondta, hogy másnap már utalják is el a salzburgi szállodába. Elképesztő pénzeket emészt fel a jégkorong, és ehhez képest minimális a bevételi forrás, tehát ha nem lesznek szponzorok, akkor nincs bevétel, és ugye abból indult az egész beszélgetés, hogy az Noimo kilépett az Ebelből,
mert hogy nem tud indulni, mert nincs olyan fizetőképes szponzori háttere. De igazából most... visszacsatolva egy kicsit a marketingre, azt lehet mondani, hogy költségeiben egy ilyen alsó technikai sport szintjét megüti a hokinak a költségessége. És mi a rossz a marketing, tehát miért néznek többen egy rallit, vagy mit tudom én, ami tévén van egyfolytában, tehát valahogy el kéne ezt tényleg tudni adni. Mert egy gyors, pörgős, látványos, jó sport. Ott volt, hogy ugye egy szinten vagyunk a norvég, meg nem tudom melyik bajnokságokkal fizetésileg. Tehát irreálisan magas itthon a fizetés, és ez talán köszönhető annak, hogy nagy lett a bázis, rengeteg csapat van, nincs küzdés a csapatba kerülésért, lehet megélhetési hokizni, főleg ilyen fizetésekkel, és mi ezt pár műsorral ezelőtt ugye erről beszéltünk, és ebben most megerősített ma minket a Magyi, aki ugyanezt mondta, hogy széles a bázis, de nincs minőség. De talán ez a vírushelyzet ezt is egy kicsit rendbe teszi, nem? Azt gondoltuk, igen, hogy majd vagy gyengébb keretekkel fognak menni idén a csapatok, de ugyanakkor valószínű az is benne van, hogy ugye mindenki elmegy kevesebb pénzért játszani, csak játszhasson, megkeressen valami pénzt. Ugye azt említi, hogy a Titánokban 4-500 ezer forintért jönnek a tengeren túlról, és hogy azután duplázzák meg az igényt egy szezon után. Ugye euróban van, minden euróban számolunk. Igen, az mostani árfolyam 1100-1200 euró, ugye nem tudjuk, hogy van az adózás. De ez megint minden nem egy olyan magas kérdése. 20 éves fiatalnak a 4-500 ezer forintos fizetés azért, hogy azt csinálja, amit szeret, és esetleg egy ugródeszkaként a Titánokból tovább megy. És jó esetben 34-5-6 éves koráig össze kéne szedni annyi pénzt, amiből utána majd egy új életet meg tud alapozni, amit onnan fog kezdeni 36 évesen, mint egy 18 éves érettségi után. Így van. De ez a fizetés arra nem elég. Ugye az is elhangzik a riportban, hogy havi 10 000 euró alatt tudják tartani a Ebeles csapatban a fizetéseket. Ugye ezen a szórólapon, vagy hirdetésen, ugye a magyar-román közös bajnokságban 20-40 ezer euró, Ausztria, Ebel 35 000-125 000. Tehát, hogyha azt veszed, hogy tényleg 10 000 euró alatt tudják tartani a fizetéseket, ahhoz képest az osztrákoknál meghirdetett 35-125 000, az óriási különbség. Hát igen, csak ugye mi az, tehát az egy átlag, a 11-2 akárhány induló, aki éppen van átlaga, és annak mi a végén vagyunk. Innentől kezdve akkor nem meglepő az, hogy egy ex-játékos vagy marad a szakmánál, és azt mondja, hogy próbál edző lenni, utánpótlás szinten, vagy akár, hogyha szerencsés és ügyes, akkor felnőtt szintig eljut, vagy nekiáll sportszer kereskedni, vagy valamilyen a jégkoronghoz köthető munkát találni magának. Vagy elmegy general managernek a jégkorong szövetségbe. Vagy elnöknek. Hát polgármester is lehet kell venni. Bocsánat. Én nem tudom, hogy sok-e vagy kevés az a pénz, amit ők keresnek, de abban nagyon egyetértek abban, hogy ugye ők be vannak határolva, és ha tényleg nem tudsz úgy mondani a szakmában benne maradni, tehát jégkorong közeli dologgal foglalkozni, akkor egy teljes, ami a cikkben is benne volt, hogy egy teljes ilyen irányváltást kell csinálni, éttermet, vagy mit tudom én, elmegy építkezés. Tényleg nem lehet olyan egyszerű, hogy ráadásul saját magát kell eladni a klub tulajdonosnak, vagy éppen akivel a szerződést köti, nem tudom, ilyenre a felelős. Mi itt könnyen beszélünk, hogy ennyit keresnek, meg annyit keresnek, mert talán még sokszor szidjuk is őket, de leginkább más sportákban lévő játékosokat szoktunk szidni, és abban nem gondolunk bele, hogy nekik azért nem egyszerű tényleg kiharcolni azt a lóvét, és ezek ott vannak, igen, hogy bármikor megsérülhet, igen, ha a szerencséje van, még 35-36 évesen tud játszani, de ki tudja, hogy van. És egyébként volt egy cikk, talán a Facebookon láttam is egy hozzászólás, amivel még nagyon egyet tudok érteni. Nekünk, mint szurkolóknak ezzel kell egyébként foglalkoznunk, hogy egy játékos mennyit keres? Ez nekünk úgy fontos ez? Minden országban van ennek hírértéke, meg foglalkoznak vele, csak az a baj, ahogy foglalkozik vele a magyar ember, hogy ő miért keresve 1 millió, amikor én 200 000-ért küzdök a Tesco-ba. Nem. Amit mondtam, hogy ők 35, főleg a jégkorong, ugye ott talán ez a legrövidebb életkorig aktívak a játékosok, mert olyan a sportág, ami alatt neki meg kell teremtenie egy egzisztenciát, amivel elindulhat majd a játékos karrierje után. És nem is értem a játékos szövetségnek ezt a
meg kell szólalnunkat, mert a jégkorong szerintem messze alul fizetett a többi sportákhoz képest. Hozzátehetjük szerintem, hogy az, hogy alul fizetett, az mindig a mihez képest alul fizetett, mert hogyha a többi sportákhoz viszonyítjuk, akkor egyetlen sportágban szerintem, ami kimagaslóan jól fizet, az a foci. Az összes többi sportág, hogyha a látványsportágokat vesztük alapul, azok között a jégkorong szerintem előkelő helyen van, talán a kézilabda lehet egy kicsit erősebb. Mert nem gondolom, hogy egy röplabdás többet keresne, mint amit itt ugye olvasunk, hogy egy kiváló magyar válogatott játékos akár 750 ezer forintos nettó fizetést is el tud érni, 12 hónapra lebontva. Röplabdában én nem gondolom, hogy ez létezhet, de összességében véve nincs elég pénz arra, hogy jól meglegyenek fizetve a magyar élsportolók. A focisták igen. Hogy hát az más történet. De az egy teljesen más történet. Ez nem a foci az foci mindenhol. Egy átlagosan jó jégkorongozó, aki az első osztályban húzó ember a csapatában, de nem kiváló, nem feltétlenül minden VB-n ott lévő magyar válogatott játékos, az nem keres havi nettó 500 ezernél többet. Átlagosan. Ez alapján a blogon megjelent cikk alapján az látható, hogy nagyságrendileg 500 ezer forint környékén keres egy magyar jó jégkorongozó. Az ma Magyarországon egy jó fizetés, csak ahogy te mondtad, Albi, 10 év. Jó esetben 15. Kivéve, ugye Jaromír Jágr, de ő alapból nem annyit keresett már a 18 évesen sem. 60 évesen is hokizni fog. Az, hogy egy légiós adott esetben többet keres, mint egy magyar játékos, az alapból simán elfogadható és vállalható kérdés igazából az számomra, hogy akkor viszont miért nem sokkal jobb, ha már többet keres? De ez megint egy feltételezés a részemről, hogy többet keres? De megint a források ugye, amely klubnak a rendelkezésre, és Magyarországon nagyon hiányzik, hogy a klubnak pénze legyen, és tudja fizetni a játékos, az a jegybevétel. Pont valamelyik nap beszéltünk róla, a Facebookon a jégkorong hírek kommentcsoport, 6000 ember a tagja. Magyarországon ennyi jégkorong szurkoló van. Ezt beszéltük. Így van. Aki tényleg jégkorong szurkoló. Most gondolj bele, lenne egy csapat, akinek minden héten a heti 2 hazai meccsére kimenne 6000 ember, akkor ott ilyen már lenne jegybevétel. Plusz hoznák a szponzorokat, mert 6000 ember kint van heti 2-szer a meccsen, hát akkor én szponzorálom ezt a csapatot. Csak ez Magyarországon nincs meg. És itt akkor ki az, aki öl bele pénzt? Támogatások, ugye tudjuk a TAO-t, tudjuk mi a véleményünk róla. Ezekből kell építkezni. Lehetne többet keresni, csak az a baj, még mindig réteg sport a jégkorong azért Magyarországon. Attól függetlenül, hogy kopogtatjuk az A csoportnak a kapuját, ajtaját rendesen. Meg néha, kicsit messzebbről, néha csak így dobáljuk. Hát kavicsokkal, vagy... Néha azért a divízió 1B-t is megkopogtatjuk. Jó, hát rossz ajtót is ki lehet szerencsére néha. Szerencsére oda se engedtek még olyan gyakran minket. Hadd idézzem, Szarvit, te mondtad talán, hogy biztos, hogy kell nekünk, mint szurkolóknak foglalkozni azzal, hogy mennyit keresnek a játékosok? Abból a szempontból igen, hogy én szeretném, hogyha ezek a játékosok, akik ott vannak a pályán, ténylegesen legalább annyit félre tudjon tenni, hogy utána egy iskolát el tudjon végezni, egy vállalkozást el tudjon indítani. Meg amíg az aktív pályafutása van, még csak azzal kellene foglalkoznia. Így van. Reméljük elindul a szezon, egy kicsit késve is, és akkor nem lesz meg ilyen uborka szezonban lévő dolgok, lehet magáról a jégkorongról beszélni. Valószínűleg ez most azért lett ilyen téma, mert tényleg mindenki így rá van már így. Nincs semmi a jégkorong a kapcsolatban. Tehát már egy kicsit a jégnek a szagát egy kicsit jól lenne megérezni, és akkor valószínűleg ez kifúj, elmúlik az, hogy épp a fizetésekkel, szerintem nincs miről beszélni, és ez legalább a jégkoronghoz kapcsolódik, ezért ez lehet, hogy egy picit így jobban föl lett fújva, de én mindig tartom azt, hogy szerintem ezzel nem kéne foglalkozni, reméljük nem lett sokszor ilyen vírusos balfasság, és akkor nem kell ilyenekkel beszélni. Innen akkor egy éles váltással kössünk át, a második témánkra ugye a Terbocs lett volna, talán vagy azt nem akartuk így nagyon kibeszélni. Is. Volt ez a videója, ez a bejelentkezett videója, hogy ő értékelje a szezont meg, hogy nem is tudom mi van. Nem tudta meghallgatni, bazd meg, olyan volt a minőség. Mit csináltuk? Hát nem tudom. Nálam nem értettem. Én nem értettem, hogy csak nálam volt szar,
Vagy nem őket nem érdekelte, hogy ilyen szar, és így is föl lett ezt töltve, vagy nem lehetett volna azt megoldani. Én nem tudtam meghallgatni. Mindannyian megdöbbentünk, mert majd pont azt beszéltük, hogy őt talán el kéne onnan vinni a macból, ne az Erztébe játszom, mert annál értékesebb. Hát erre nem sikerült. Most akkor itt picit megpróbálom felkonferálni a gól vagy nem gól rovatot. Gól vagy nem gól? Próbáljuk a magyar jégkorong szempontjából eldönteni minden alkalommal az adott kérdést, hogy ez a magyar jégkorong szempontjából nem az adott klub vagy az adott játékos, hanem a magyar jégkorong szempontjából ez... Jó vagy rossz döntés? Ebben az esetben akkor szavazásra bocsájtom Terbócs István döntését, hogy marad a macban. Tom? No goal. Albi? Ez így nehéz kérdés most, hogy így elkezdted kifejteni, és így elgondolkoztam rajta, hogy igen, tehát ahogy te mondtad, hogy a magyar jégkorong szempontjából no goal, viszont a saját szempontjából ugye valószínűleg megkereste, nem tudjuk, de valószínűleg Miskolc Volánnal is tárgyalt, és jégidőben viszont, meg a saját szempontjából, hogy mennyit játszhat, meg mit tudom én, lehet, hogy jó döntés, de amúgy igen, amúgy no goal. Szarvi? Egyértelmű no goal, de... Én nem hiszem, hogy megkeresték. Nem. Lehet, hogy én... A Volán biztos, hogy a Szélig doktor szavaiból indulunk ki. De hát nem is tudom, hány éves a Termi. 96-os születésű. 24. Mikor kell a csöndet tartani? Már meg vagyunk. Mac HKB Új Buda, Erste Liga. A 2020. Tehát a 24-esen el fog menni abba az Erste Ligába, ami... Hát hogy? Tényleg ne bántsuk meg, de... Tehát nem egy magas színvonal, neki az egy olyan langyos víz lesz, bazd meg, hogy szerintem ez nem, ő visszafele fog fejlődni. Ráadásul amilyen csapatban lesz, ugye? Ő visszafele fog fejlődni. Most hát, ha én jégidő az lesz, az biztos. Ez egy hatalmas vissza. Ez az meg, és ő, nem tudom, na mindegy. Még mindig az jut eszembe, amikor ugye annak itt nagyon-nagyon régen a Borocsi azt mondta, hogy nem a könnyű győzelmekből lehet tanulni, hanem a nehéz vereségekből. Ez neki kurva sok nehéz, kemény, bunyós meccsen kéne lennie, amiben benne lennének a zakunk. A felvetésedet meg azért nem vág, illetve lehet, hogy így van, hogy tényleg nem kereste senki, de én hát egy kicsit is a magyar hoki, főleg most ebbe a vírusos baromságba próbálnék segíteni. Tehát ha én klubvezető vagy Szélig lennék, vagy Egri, biztos, hogy a magyar játékosokat próbálnám leigazolni, még ha ugyanazért a pénzért is, mint egy légióst, hogy játék lehetőséget biztosítsak nekik. Jogos. De ugye még nem tudjuk, hogy a Diós Győrrel mi lesz. Hát ők mennek a Szlovák Ligába, ez szinte biztos. Én is azt mondom egyébként... Tervigra be van fizetve a belépő 3 évre. Terbi döntése magyar jégkorong szempontjából no goal. A saját szempontjából nem biztos, hogy no goal, de az biztos, hogy nem a legjobb döntés. A helyzethez képest lehet, hogy a legjobb döntés, de nem a legjobb döntés, amit valaha életében hozott, mert az Erste Liga neki már nem előrelépés. After a view of the play, the call on the ice stands, no goal!